Mától iskolánk teljes jogú polgárának tekintünk. Örömmel fogadjuk, hogy egyéniségeddel új szint hozol iskolánkba, és gazdagító tagja vagy közösségünknek. Számíthatsz ránk, számítunk rád. Olyan gyermek szeretnék lenni, aki kész adottságait kibontani, alakulni és fejlődni. Ezért szorgalmasan tanulok, és gondot fordítok testem edzésére és ápolására. Arra bátorítunk, hogy önmagadra úgy tekints, mint értékek és lehetőségek hordozójára. Hogy erős gyökerekből táplálkozó, érett identitással bíró, elköteleződni kész felnőtté válj, s életednek olyan irányt és célt válasz, ami a reményteli jövő ígéretét hordozza. Olyan gyermek szeretnék lenni, aki barátságos társaival és nevelőivel. Ezért őszinte vagyok hozzájuk, elfogadó és udvarias. Olyan gyermek szeretnék lenni, aki Jézussal is építi a barátságot. Ezért keresem, hogy mit kíván tőlem, és odafigyelek, amikor imádkozom. Az éveket, tehát az oktatás éveit, mind a 12 év alatt úgynevezett témafélévek alá csoportosítom. Tehát olyan ernyőprogramokat készítettünk, olyan a tanítási órák és a közösségi programok fölött álló témákat, amelyek alá csoportosítjuk az iskolai oktatást és a külön foglalkozásokat. Az első ilyen fél évnek a témája éppen az identitás lesz. Tehát ki vagyok én, ki az iskola, és aztán fél évről fél évre azokat a témákat fogjuk boncolgatni, hogy az én és az engem körülvevő közösségek kapcsolata. Elkezdjük a második fél évtől a hozzám közel álló közösségeket vizsgálni, tehát a családomat, a barátaimat, az osztályomat, a plébánia közösségemet, és aztán megyünk egyre nagyobb közösségek felé, egyfajta koncentrikus körben. Mi a falu, mi a város, mi a lakóközösség, mi az, hogy magyarság, mi az, hogy Európai Unió, mi az, hogy egyetemes egyház, mi az, hogy média, a médiának a kapcsolatrendszere, milyen kapcsolatrendszer számomra. Tehát magyarul, amellett, hogy az nagyon lényeges dolog, hogy a gyerekek megtanulják a biológia órán, a biológiát, a matek órán, meg a matekot, azon kívül az iskolának szerintem a mai világban van egy másik funkciója. És ez a másik funkció, hogy olyan embert, tehát hogy olyan felnőttet képezzen, aki felelősen, tudatosan otthon van a világban.
teljesen új dolog a magyar oktatási rendszerben, és amely egy nagyon-nagyon profi, ilyen csoportdinamikai elvrendszer alapján egy olyan tíma tantestületben, aki erre készül, most már több mint egy fél éve, egy olyan nővér vezetésével, aki ezt Németországban tanulta, a gyerekekkel különböző témákat beszélnek át iskolai óra keretében. Tehát megtanítjuk a gyereket vitázni, kommunikálni, önmagával, önmagát megvédeni, büszkének lenni az értékekre, amit kap, megtanítjuk konfliktust megoldani, megtanítjuk arra, hogy a konfliktusait ne agresszióban, meg depresszióban, meg döntésképtelenségben, meg élvezeti szerekben, hát hogy mondjam, oldja föl, ne pótszerekhez folyamodjon, hanem tudjon feldolgozni elvesztéseket, gyászt, kudarcot, boldogságot, sikert.